Nagyon sokszor elégedetlen vagyok, és nem tudom, hogy ez furcsaság. Igazából nagyon nehezek a kérdések, rájöttem. Hogy én úgy jöttem ide, hogy engem nem lehet zavarba hozni, meg tőlem kérdeztek már kurta, furcsa dolgokat, de hogy reggel 6-tól minden nap így futok, így 7-ig, 7:30-ig, és tudod, az is olyan nagy büszkeség, hogy mikor az emberek még vergődnek 7-kor, látom a teraszon, kihajolnak és rágyújtanak egy cigire, hogy elindítsák a számukra tökéletes napot. Én akkor gyakorlatilag zuhanyzóból lépek ki, és túl vagyok 10 km futáson, és ekkor mondom azt, hogy na basszus, és az az ember fogja nekem azt írni délután a posztom alá, hogy te szar semmire kellő. Nagyon érdekes lesz, amit mondok, nekem a legnagyobb befektetés az, hogy nagyon sok nemet mondtam. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a villámkérdéseknél, hogyha most találkozunk először, akkor én Szántó Péter vagyok. Ezek fix kérdések, viszont mély átütő gondolatok jönnek. A technika ma egy kicsit érdekes lett, hiszen én egy ilyen diktafonról beszélek, viszont Daninál itt van egy nagyon jó kis csipi, remélem jól fog működni. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad és összehoztuk ezt a kis interjút. Köszönöm, hogy gondoltál rám, örülök, hogy itt vagy. Nagyon rég eszembe jutott, hogy csináljunk interjút, viszont én bemutatnálak a nézőknek, hogyha Danival nem találkoztatok, 2 éve voltál a konyhafőnök? 2 éve. De hát novemberben volt 2 éve, tehát szinte már 2,5 éve volt a konyhafőnök. Ott ismert meg mindenki. Igen, mindenki talán nem, de hogyha a számok nem hazudnak, akkor 1,5 millió ember nézte akkor a konyhafőnököt. Szóval 1,5 millió ember talán tudta, ha nem is mai napig, de egy ideig biztos, hogy ki vagyok. Főleg úgy, hogy a komfortzónádból léptél ki teljesen, mert előtte marketing terület, ügynökségi tapasztalat, és jött egy gondolatod, ezt még kérlek, hozd meg a többiek, hogy mi volt az a gondolat, hogy azt mondtad, hogy oké, én az ügynökségi világból kilépek, és vállalom azt, hogy megmérettetem magamat. Igen, ez egy érdekes dolog, mert én ugye egy nagy multinacionális cégnél dolgoztam több mint 7 évet összesen, de akkor, amikor jött a konyhafőnök, akkor 5 éve voltam ott, és akkor voltam 30 éves. És úgy voltam vele, hogy ebben az évben, pontosabban abban az évben történnie kell valaminek, ami örök életemre emlékezetes marad, és történnie kell valami olyan dolognak, ami, ahogy te is fogalmaztál, tökéletesen a komfortzónámon kívül volt. Mert az ember szerintem, hogyha hosszú ideig csinál bármit, legyen az a világ legjobb munkája is, egy picit szemellenzőssé válik. És én korábban filmvideó szakirányon végeztem, és a gasztronómia pedig érdekelt. A konyhafőnök volt az a műsor, ahol ez a kettő találkozott. És furcsa volt, mert egyik nap még nyakkendőben éves büdzsét egyeztettem az irodában, másnap pedig egy kötényben egy konyhapult mögött álltam, és azt mondták nekem, hogy akkor óra indul, főzzel. Szóval egy ilyen nagyon érdekes utazás volt az egész. Én sokszor mondtam már azt, hogy nekem a konyhafőnök az így egy ilyen kis utazás az ego körül, mert olyan, mintha téged kiraknának valahova, egy olyan közegbe, ahol te még nem jártál, és hogy találd fel magad, old meg a helyzeteket, és hogyha erre képes vagy, akkor egy picit rájössz arra, hogy tulajdonképpen képes vagyok csomó mindenre, amire korábban nem is gondoltam. Hiszen én előtte nem főztem, nekem semmi ilyen irányú előképzettségem nem volt, míg azok az emberek, akikkel versenyeztem ebben a közegben, ezek az emberek főztek, szakács volt, felszolgáló, cukrász, tehát valahogy a gasztró világból jöttek. Én meg totálisan nem. És úgy voltam vele, hogy oké, akkor ez egy projekt, amit nekem meg kell oldanom. Így szerintem ez nagyon kerek a bemutatás, meg egy feelinget adtál magadból, de én nagyon a gyerekkorodra visszarohannék most. Van egy olyan emléked, ami mai napig így végig kísér az életedbe, legyen ez egy tanács, vagy valamit a szüleidtől, vagy egy fontos embertől kaptál? Elképesztően sok erőt ad az, hogy hozzak bármilyen döntést az életben, pontosan tudom azt, hogy van hova visszamenni. Hogy ezek az emberek akkor sem taszítanak ki maguk közül, hogyha hülye döntést hozok, hogyha ha bármit rosszul csinálok, ha belebukok valamibe. És sokszor megkérdezték már azt tőlem, hogy volt bátorságom például elindulni egy ilyen műsorba, vagy hogy volt bátorságom belevágni bizonyos dolgokba. És nagyon egyszerű a válasz. Én nagyon bátor vagyok pont azért, mert tudom, hogyha bármikor megütöm magam, hogyha bármikor olyan dolog történik, amire még lehet, hogy nem is vagyok büszke, de hogy nem sikerül, akkor pontosan tudom, hogy hova megyek vissza. És minden döntést úgy hozok meg, mintha itt lenne mellettem édesanyám és édesapám, és fontos az számomra, hogy ők mit gondolnának egy adott helyzetben, és minden döntést úgy hozok meg, hogy mérlegelek, hogy ők mit csinálnának a helyemben, hogy az elmúlt 33 évemet hogy éltem, milyen intelmekkel, miket mutattak, mikre voltak büszke, és az ember ekkor már úgy tudja, hogy nagyjából mi miért történik,
És nekem ez nagyon sok erőt és nagyon sok segítséget ad. Mik ezek a döntések, hogyha mondjuk így vissza kéne nézned a 33 éveden, vannak olyan fő döntési pontok, ami által most ott vagy ahol? Ez volt az első olyan döntés, ami így elindított egy olyan önálló úton, ahol azért én így leváltam a családomról. Szóval ők egymáshoz közel élnek még mindig, én vagyok az, aki 220 kilométerre lakom tőlük, és innentől kezdve minden egyes döntésem sokkal súlyosabb volt a tekintetben, hogy én itt totálisan egyedül vagyok hagyva. És a felsőoktatásba kerülés az már egy ilyen fontos döntés, de onnantól kezdve munkahely, hova mész, miért oda mész, megpróbálod-e, megmered-e próbálni, kockáztatsz-e, ha nem sikerül. Én a világ legnagyobb márkáján dolgoztam évekig. Megmered-e kockáztatni, hogy beülsz oda, félsz a csalódástól, nem félsz, mert bátor vagy. Tehát egy döntést hoztam azzal, hogy bemertem vállalni. Irodista vagy, de megmered azt a döntést hozni, hogy kiteszed magad a tévénézők kommentjeinek, az irigyeknek, mert én elkezdtem főműsoridőben magamat mutogatni a konyhafőnökben. A konyhafőnök az egy ilyen nagyon mély és erős, mindent meghatározó döntés volt az életemben, mert azon a napon, amikor én besétáltam a stúdióba, akkor besétáltam 1,5 millió ember lakásába. Ha most találkoznál 20 éves önmagaddal, mit tanácsolnál neki? És én akkor, ha jól emlékszem, nagyjából hökelnök lehettem, tehát az adott közösséget vezettem, és az adott közösségnek voltam a szószólója. Ebből is látszik, hogy én mindig egy picit többet akartam, mint amilyen lapokat elsőre kaptam. Szóval én mindig így húzkodtam még rá egyet. Arra vágytam, hogy legyen olyan ember, aki azt mondja, hogy példaként szolgálsz. Nem a mindennapodban, hanem vannak olyan dolgaid, ami miatt én felnézek rád. És mit tanácsolnál magadnak? Talán egy picit lehettem volna szorgalmasabb, hogy amikor szabadidőm volt, akkor azt ne minden esetben szabadidőnek éljem meg, hanem lehetőségnek arra, hogy új területeket ismerjek meg. Engem baromira dühít az, hogy például nem értek ilyen materiális dolgokhoz. Tehát nem értek, nem tudok programozni, ugyan filmet vágni már tudok, mert nyilván az volt a végzettségem, vagy azt sokat csináltam, de nem tudok se festeni. De alapvetően nekem a főzés az nem ilyen. És én mindig azt mondom mindenkinek, hogy nem a testemből akarok megélni. Ami azt jelenti, hogy soha nem abból akarok megélni, hogy én 2 éve voltam tévében, és én vagyok a Sas Dani, akit követnek Instagramon vagy Facebookon, hanem én az eszemből, a tudásomból akarok megélni. Van valami, amit cikinek érzel magadban? Beszélhetnék sokkal szebben, sokkal választékosabban. Nem mondom, hogy ciki, de például ebben szívesen változtatnék. Csak nem tudok így kiragadni valamit, ami olyan ciki lenne. És mondjuk van olyan furcsa dolog, ami gyakran megtörténik veled, és így furcsa ott, hogy ez mindig megtörténik? Nagyon sokszor elégedetlen vagyok, és nem tudom, hogy ez furcsaság. Igazából nagyon nehezek a kérdések, rájöttem. Hogy én úgy jöttem ide, hogy engem nem lehet zavarba hozni, meg tőlem kérdeztek már kurta furcsa dolgokat, de ezek nem könnyűek, és nem a rossz értelemben nem könnyűek, hanem az ember ritkán gondol. De azért sem, mert annyira rohansz mindenhova, hogy most a műsor kapcsán naponta 2 újságíró hívott fel, és 5 kérdés van. És azt mondom, nincs semmi furcsa, de hát ez önmagában nagyon furcsa. Akkor ez a furcsa, hogy nincs. Amíg automata sebváltós autóm volt, ha beraktam üresbe az autót, akkor szerintem vagy 10-szer megnéztem, hogy üresbe van-e. Na, ez biztos, hogy furcsa. De amióta automata sebváltós autót vezetek, ez elmúlt. Nem nagyon van, úgy általánosságban furcsa. Én önmagában vagyok furcsa, és nincsenek külön furcsaságaim. Van olyan dolog, amiben megváltozott a nézeted, nézőpontod az elmúlt években? Mindenben. Tényleg mindenben. Hogy egy olyan országban élünk, ahol ha nem vagy depressziós, nem vagy kishitű, elismered azt, amit csinálsz, és büszke vagy arra, amit csinálsz, akkor te nagyképű vagy. Míg más országokban tök jó, mert magabiztos vagy. Nálunk ez nagyképűség. Milyen és más, hogy definiálják. Igen, és én számtalanszor kaptam meg, hogy sajnálni a nagyképű. És ezek a dolgok nyilván megváltoztak. De már nem gondolkodsz ezen. Már sokkal kevésbé. Hogy tanultad ezt megkézelni, az ilyen hate kommentek, meg ilyesmit? Nagyon sokat dolgozom azért, hogy sikeres lehessek. Tényleg elképesztően sokat. Nagyon kevés szabadidőm van, nagyon kevés időm van magamra, és pontosan tudom, hogy én betyár becsülettel dolgozom, és sokszor megnéztem, hogy azok az emberek, akik ezt írták, azok honnan jönnek, hogy mit csinálnak egyébként. És nagyjából ez válasz mindenre. És megtanultam azt, hogy az emberek nem összehasonlíthatóak, nem mérhetőek egymáshoz. Ha én őt bántom, vagy lenézem amiatt, ahogy hozzám viszonyul, akkor nagyjából ugyanazt csinálom, mint ő velem. És elkezdtem
elismerni azt, és elfogadni azt, hogy én csomó mindent csinálok. A visszajelzések alapján egyébként jól, hiszen akkor nem tartanék itt, nem beszélgetnék, nem kérnének fel műsorra, akkor tényleg nekem azon kell agonizálnom, hogy Marika néni Hajdubagosról azt írja nekem, hogy hülye, ronda, nagyképű, nem tudom. Valószínűleg, hogy neki is igaza van, de nekem viszont nem kell ezzel foglalkoznom. Hogy átértékeltem a dolgokat, és komolyabban veszek mindent, és kevésbé vagyok ilyen ma élünk, és gyorsan mindent nekem, hanem most már kicsit szerintem lelassultam ilyen szempontból, és jobban figyelek másokra, és tényleg példa akarok lenni, meg ott vagyok most 33 évesen, hogy értéket akarok teremteni. Tényleg, szóval, hogy olyan dolgokat csinálni, ami értékkel bír, és a jövőben majd jó lesz visszagondolni rá. Van olyan dolog, amiben te szentül hiszel, de egyszerűen nem bírod bizonyítani, és mások akár hülyének is néznek érte? Képzeld, hogy nekem a műsorvezetés az ilyen volt. Amikor én a Konyhafőnökben voltam, akkor valahogy én így ráéreztem a tévézés ízére. Én. Sajnos más nem érzett rá velem kapcsolatban, de én úgy voltam vele, hogy basszus, hát talán nekem ez megy. És ki, ha én nem, ugye? És az emberek leszólítanak az utcán, és autogramot kérnek, és közös képet, és abban a pillanatban elhiszed, hogy basszus, hát nekem a tévéképernyőn a helyem, hát nekem mindenki imád. És mivel második lettem, tehát nem nyertem meg a 10 milliót, szentül hittem, hogy minden azért van, mert te képernyőn leszel rövidesen, és nem neked kellett megnyerned, mert te majd megnyered a műsorvezetésen keresztül. És baromira idegesített az, hogy 2 éven keresztül nem történt semmi. Ilyen téren nem történt semmi. És te folyamatosan próbálkoztál, mentél? Nem mentem soha. Hát az embernek van azért annyi önérzete, hogy na, majd megcsörren a telefon. Hát már pedig valaki biztos, hogy fel fog hívni. És a nap végén egyébként fel is hívtak. Tehát az a durva, hogy tisztán emlékszem, tavaly július 6-án, tehát közel egy éve, a semmiből egy kávézóban ültem, egyik barátommal beszélgettem egy közös projektről, és megcsörrent a telefonom, és azt mondták a műsornak a producere, hogy Dani, mi rád gondoltunk a Bake Off magyar műsorvezetője kapcsán, a műsorvezetése kapcsán, és én nem hittem el. Szóval ez egy olyan dolog volt, amit így úgy éreztem 2 éven keresztül, hogy soha nem tudom bizonyítani, hogy már pedig nekem a képernyőn a helyem, és csak egyszer adjatok esélyt, aztán most hál' Istennek sikerült. Miért döntöttél úgy a 2 év alatt, hogy nem teszel ezért az álmodért, ami egy ilyen tök dura belső feszültség is volt? Mert szerintem vannak olyan dolgok az életben, ami nagyon izzadságszagú, hogyha ezt így kifele mutatod. Szóval... Nem tudom, ez valahol olyan nem, mintha egyedülálló lennél, és akkor minden nap kiírnád, hogy egyedülálló vagyok, léci, valami legyen, egyedülálló legyek, léci, valami legyen. Nem, én hittem abban, hogy én sok mindent megteszek azért, hogy egyszer ez a telefonhívás az megtörténjen, ugyan nem teszek lépéseket emberek irányába, nem lobbiztam soha, hogy figyelj csak, mit szólnál hozzá, nekem ezek nem voltak. Én hittem abban, hogy én azért nagyon sok gasztro tartalmat, tehát több mint 84 részt legyártottam ilyen gasztro videókból, egy ügyes stábbal, tehát ott voltam képernyőn, azt mutogattam, hogy látod, engem nem zavar a kamera, szóval én beszélek így, beszélek úgy, nem kerestem meg senkit ezzel kapcsolatban, de szentül hittem azt, hogy ha meg kell történnie valaminek, akkor meg kell történni, és meg fog csörrenni a telefonom, és egyébként az a durva, hogy tényleg így lesz. Megfordítom a kérdést. Látsz-e olyan dolgot a világban, vagy miket látsz, ami szerinted egy oltári nagy baromság, mégis mindenki azt prédikálja, hogy az úgy van? Én a magyar oktatást baromira rossznak gondolom. Már csak azért is, mert a saját példámból tudom, hogy totál hülye vagyok. Totálisan hülye vagyok. Tehát ahogy így felnőttem, és így vállalkozás, és pénzügyek, és merre induljak el, és hogy oldjak meg dolgokat, rájövök, hogy lehet, hogy még a kőszívű ember fiaiból idézni is tudnék, de fogalmam nem volt, hogy hogyan indítsak el egy vállalkozást, hogy oldjak meg dolgokat, és szerintem ez egy ilyen baromi nagy hülyeség. Erre volt egy ilyen nagyon jó példa, hogy egyszer megátaladtam az autóm, és valahol félúton valahova, és esküszöm, hogy hirtelen azt se tudtam, hogy mit kell csinálni. És miért mentünk el egy olyan irányba, meg miért megyünk el olyan irányba, ami csak a lexikális tudásról szól. Ma a munkámban azt várják el tőlem, hogy nyitott legyek, feltaláljam magam, jól beszéljek, kommunikáljak, merjek, bátor legyek. És az a baj, hogy szerintem a közoktatás, meg talán a felsőoktatás is megtanít... Reciproka. Igen, és megtanít félni. Van olyan gondolat, vagy idézet, ami mentén éled az életed? Nincs. Nincs nagyon ilyen...
Az idézetek azok olyan aranyos dolgok, de az idézet az annak az embernek a szájából volt hiteles, aki azt mondta, mert az ő életébe belepasszintható volt. Én igyekszem minden nap tényleg értéket teremteni, soha nem megúszni dolgokat. Tehát most nem azért állok itt, hogy ezt kipipáljam, hanem engem tökre érdekelt, hogy te ki vagy, tökre érdekelt, hogy milyen kérdéseid vannak, hogy mit csinálsz, mennyire veszed ezt az egészet komolyan, és én mindent így csinálok. Szóval én mindent kimaxolok. Hadd mondjak egy példát arra, hogy hogy élem az életem, hogy milyen gondolatok vezérelnek. Én elkezdtem futni 3-4 évvel ezelőtt. Ez egy ilyen fontos állomás volt az életemben. És amikor eljutottam arra a pontra az 5 kilométerek, 10 kilométerek és félmaraton után, hogy egyszer az életben maratont fussak, akkor úgy voltam vele, ha már gondolat, hogy szeretném ezt úgy megcsinálni szintén, amire örök életemben emlékezni fogok. Csak nem az athéni sztori. De ez az athéni sztori, hogy akkor oké, ha eljutottam odáig az életben, hogy megkísérlek lefutni egy maratont, akkor ezt csináljam meg ott és úgy, ahol ezt meg kell csinálni. Valószínűleg ez oda is visszavezethető talán, hogy a hárman vagyunk fiútesok, és én a középső vagyok. Uh-huh. És szerintem a középső az egy picit mindig így keményebb munkával jut el A-ból B-be, mert az elsőszülött gyermek az elsőszülött gyermek, a harmadik, ő meg a kicsi, te meg úgy, ez nem a szeretet hiányt jelenti, hanem hogy melósabb. Szerintem melósabb, de ma rohadt hálás vagyok emiatt. Mert bírom a munkát, és tudom, hogy nekem mindenért kétszer annyi utat kell megtennem, és a konyhafőnököt is azért nem nyertem meg, mert rohadt egyszerű lett volna megnyerni. Tehát nagyon egyszerű lett volna az az érzés, hogy oké, elindultál, megnyerted. Én nem nyertem meg, második lettem. Ugye a Rozinával is beszélgettél már, ő pontosan ugyanezt az utat járja be. Szerintem másodiknak lenni a mai fejemmel visszagondolom azért tökéletes és csodálatos dolog, mert motivált maradt. Mert tudod, hogy pici még hiányzott, de hogy benned van a lehetőség arra, hogy a legjobb legyél. És nem mindenkinek kell első lenni, ez ugye az, hogy quarterback, ugye az amerikai fociból, hogy azt szeretnél lenni, vagy te akarsz lenni a csatán, amikor nagyon nagy, és lehet, hogy később az leszel, de nagyon sok más fontos szerep is van. Abszolút. És amit most mondtál, sztori, van is egy olyan kérdésem, hogy van-e egy olyan kudarcod, amit akkor nagyon-nagyon rosszul értél meg, volt, de utólag visszagondolva teljesen logikusra tűnt, és lehet, hogy ez a másodiknak lenni. Igen, ez talán ilyen, hogy ez rövid távon, ez kudarc, mert hát ki az a hülye, aki azt mondaná bármire, amit nem ő nyer meg, vagy másik lesz, hogy tök jó, nekem, ez nem igaz. És tudod, mi az érdekes, hogy nincs meg annak a terhe, hogy a legjobb vagy, és csak a pozitív dolgokat viszed tovább. Az emberek nem mondják azt, hogy jó, nem neked kellett volna nyerni, hülye gyerek, hanem azt mondják, hogy neked kellett volna nyerni, és én nagyon sajnállak, és szorítottam, és én úgy voltam vele, mondtam ott is csomó embernek, hogy oké, most nem nyertem meg a 10 millió forintot, ugye nem is az enyém volt, tehát nem vettek el tőlem semmit, de addig dolgozom, míg megcsinálom ezt a pénzt. Tehát, hogy tök érdekes, hogy így az ember felszívja magát, és megy, és akkor azt mondja, hogy oké, nekem keményebb munka, de meg fogom csinálni ezt a pénzt, és el fogom érni az álmaimat így is. És hol tartasz ebben? Hát nem tudom, mert az ember, az is milyen érdekes, nem, hogy erről nem szívesen beszélünk, hogy... A pénz, igen, mert ezt gondoltam közben, hogy megkérdezzem, de inkább az, hogy kitűztél egy célt, és hogy érzed, hogy haladsz benne, jó. Talán így lehet a mi kamera kompatibilis. Igen, én azt mondom, hogy... Van egy célod, van egy álmod, tettél rá mondjuk határidőt? Félek a határidőktől, mert attól beszaribb vagyok, szóval, hogy... Félek a kudarcoktól, még ha van is, meg az együtt kell tudni élni vele, de nehezen mondok határidőt, inkább azt mondom, hogy meg fogom csinálni, mert a határidő sokszor nem rajtad múlik. Tehát, hogyha most én azt mondom, hogy én műsort akarok vezetni, ezt kimondtam volna 2015 novemberében, és egy évet hagytam volna magamnak, akkor lehet, hogy nem kaptam volna meg ezt a műsort, mert egy év után akkorát csalódok, hogy hátat fordítok az egésznek, és elmenekülök. Inkább azt mondtam, hogy nincs határidő, de pontosan tudom, hogy nekem egyszer ott kell lennem a képernyőn, és én meg akarom mutatni, hogy én műsort vezetni is tudok. Tudatosság kell a döntések meghozatalához, és utána már rábízod magad a véletlenekre, de odáig, hogy a véletlen megtalálhasson, odáig egy tudatos döntés kell. Van egy jó angol mondás, hogy én nem leszek szerencsés, hanem megcsinálom a szerencsémet. Abszolút. Addig a pontig tudod csinálni, ahol ott van az a válaszút, hogy vagy igen, vagy nem, de odáig viszont el kell menni, és odáig rohadt sok meló van benne. Ezért mondom azt, hogy tudatos véletlenek, mert hogy nagyon nagy tudatosság van abban, hogy a véletlenek kedvezően tudjanak alakulni. Mi az, amitől izgatott leszel, ami izgalomba hoz? Hú, a tévé az ilyen,
De ami miatt mostanában igen, az, hogy 33 éves vagyok, és még nincs családom, és ez ettől egy kicsit pezsgek, szóval ez már olyan, ami úgy érzem, hogy közeledik, érzem már a szelét, és ebben a pillanatban így feltámad a szél, mintha ez így meg lett volna rendezve. Tehát ettől már izgatott vagyok, hogy megértem-e arra, hogy ott tartsak, hogy már tényleg ez legyen a fontos. Milyen szenvedélyeknek élsz esténként, hétvégenként? Mostanában nagyon sokat dolgozom, és picit veszélyesnek is érzem azt, hogy kicsit így lemorzsolódtak körülöttem az emberek, mert nagyon sokszor mondtam nemet, és ha azt mondjuk, hogy este elmegyünk-e meginni egy sört, nekem biztos, hogy van valamim, tuti. És ez egy picit veszélyes. Nekem a sport lett a szenvedélyem. Érdekes, én egy ilyen lusta gyerek voltam, és képzeld el, hogy besorsoltak, melyek novemberben New York maratonra, soha nem voltam Amerikában. Szóval nekem a sport lett a szenvedélyem. De amit így este nagyon szeretek, az leülni, vacsorázni. Van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Nincs. Nincs ilyen. Ugyan nagyon szeretek olvasni, meg sokat olvasok, de valahogy az ajándékozás az nem. Én az Edgar Allan Poe-kat nagyon szerettem középiskolába. Ami érdekes, hogy valahogy dacból, ne kövezzem meg senki érte, az ilyen Harry Potterek és Gyűrűk Urák kimaradtak. Mert itt talán még a felvétel előtt beszélgettünk így a mainstream dolgokról, valahogy én attól viszketek. Sorozatokat sem nagyon nézek, tehát pontosan tudom, hogy nem tudom a melyik sorozatot mindenki, Trónok harca. Egy büdös másodpercet nem láttam még belőle. Ha foghatnál egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá, bárhova helyezhetnéd. Mit írnál rá, hova helyeznéd? Nagyon-nagyon-nagyon jó ez a kérdés, mert 3 hónapig óriás plakáton voltam a hajóssal, hogy jön az idesüs, és nagyon furcsa volt látni magamat. Engem nagyon zavar az, hogy most mindenki feszült, hogy mindenki rohan valahova, hogy egy fehér lap, lehet, hogy nem is vagyok rajta, ha így jobban végig gondolom, ahol az van, hogy ezen a plakáton semmi információ, hogy most kicsit kapcsolt ki az agyad, mert a nap végére így érzem, hogy így zsibbad az agya. Az, hogy a munkám kapcsán képes vagyok egy nap 2 órát telefonálni összesen, ami egy héten 10 óra, de a családommal meg 5 percet, és azt mondom nekik, hogy bocs, men, nem kell. Hogy néz ki a napod első 30-60 perc, azt mert tudjuk, hogy futás az mindig van, és azután? Az a durva, hogy az már a 30. perc végén, tehát hogy úgy kelek fel, hogy körülbelül ilyen 5:30 körül, és 6-kor már futok, tehát nagyon keveset hagyok magamnak. És tudod, az is olyan nagy büszkeség, hogy mikor az emberek még vergődnek 7-kor, látom a teraszon, kihajolnak és rágyújtanak egy cigire, hogy elindítsák a számukra tökéletes napot, én akkor gyakorlatilag zuhanyzóból lépek ki, és túl vagyok 10 km futáson, és ekkor mondom azt, hogy na basszus, és az az ember fogja nekem azt írni délután a posztom alá, hogy te szar semmire kellő. Vannak erre trükkjeid, hogy menedzseled akár a social médiát, és mondjuk még az e-mail lehet egy ilyen terület, van bármilyen menedzselési trükköd? Nincs, a folyamatos meló. Tehát, hogy nincs beosztva, hogy 8-tól 4-ig e-mail, 0-24-ben online vagyok, de tényleg, tehát folyamatosan online vagyok, és de egyébként vérlázító módon az első az a telefonom reggel. Hogy van egy olyan előnye annak, hogy sokan követnek. Viszont ennek van egy olyan hátulütője is, hogy valamilyen kapcsolatban vagy velük folyamatosan, és így rád telepszik. És azt sem tartom feltétlenül normálisnak, hogy most Milánóban, amikor kimentem a barátnőmmel hétvégén, akkor már tényleg a repülőn azon gondolkodtam, hogy majd akkor hol csinálom meg azt a fotót, ami tuti, hogy jól fog menni, és ami tuti, hogy szeretni fognak az emberek, és a reggel is, ha már reggelire vonatkozott a kérdés, tényleg az történik, hogy így megnézem a telefonomat, hogy történt-e valami éjszaka, biztos, hogy nem történt. Szóval az kemény, hogy mikor megkérdezem anyukámat, hogy te most hogy keresel, vagy mi az, és azt mondja, hogy X, akkor én azt mondom, hogy úristen, hát az X-et ma már úgy szórják itt, abban a világban, amit Instagramnak meg Facebooknak nevezünk, hogy azért az nagyon kemény. De olyan érdekes, hogy sok esetben 2 tartalom, az többe kerül, mint édesanyám munkabére. Mi volt eddig a legjobb befektetésed? Az, hogy soha nem adtam alább, amit kitaláltam, szóval amikor úgy voltam vele, hogy a konyafőnök után, képzeld el, hogy mindenhova elhívnak. Képernyőn vagy 1,5 millió ember ismer, és hívnak zsűrizni, műsort vezetni, gyere el diszkóba és csapolj sört, és árulj hotdogot a fesztiválon. És ezt ilyen, tényleg 20-30 ezer forintokért az emberek rohannak, hogy ezt megcsinálják, mert azt hiszik, hogy ha mindent elvállalnak,
az majd akkor összeadódik, és akkor a hónap végén lesz valami szép summa. Nagyon érdekes lesz, amit mondok. Nekem a legnagyobb befektetés az, hogy nagyon sok nemet mondtam. Egyszerűen azért, mert én értékesebbnek tartom magam. Maratont futsz és nem sprintelsz. Igen, ugyanakkor a sprinterek meg többet melóznak, meg jobban néznek ki, szóval az meg egy ilyen, az meg lehet jobb lenne, de hogy más. De nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert a pillanatnyi sikerben nem hiszek. Szóval azért jó befektetés az, hogy nem vállaltam el sok mindent, mert én abban hiszek, hogy minden majd később történik meg, és én nem most akarok, semmit nem most akarok. Én pontosan tudom azt, hogy én nem családi házban élek, nincs még családom, tehát hogy nagyon sok minden még nincs, de pontosan tudom, hogy van, és nem hoztam hülye döntéseket az életemben azért, mert most akartam. Nem mentem be, olyan, nem folytatódott olyan párkapcsolatom, amiben nem volt benne az, hogy együtt éljük az életemet, csak azért, hogy megtörténjen, és nagyon sok dolog, inkább nemet mondok rá, és talán tényleg ez a befektetés, hogy bátor vagyok lassúnak lenni. És ez egy jó befektetés. Ha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, bármit megtehetnél, mihez kezdenél? Az első az, hogy egy ilyen családi házba költöznék, és az csak azért, egy ilyen nagy, mindentől elzárt családi házba, azért, hogy az elmém szabadon tudjon gondolkodni, és tudjak alkotni. A másik pedig valami saját ilyen kávézó, vagy kis bisztró, ahol tényleg az történik, amit én akarok, ahol tényleg minden döntést én hozok meg, és igazából nagyon sok minden másra én nem is vágyom, szóval nekem nincs nagyon szüksége más erőforrásra. A nézőknek van bármilyen, amit még szeretném ők megosztani, hogy mi történik mostanában veled, vagy hol érhetnek el téged? Tudom, hogy talán van egy új Insta csatornátok, a barátnőddel. Igen. Ez is tök érdekes, hogy kitaláltuk azt az Orsival, hogy nagyon szeretik azokat a tartalmakat, amikor együtt vagyunk valahol, és akkor kitaláltuk azt, hogy jó, akkor csináljunk egy olyan Instagram oldalt, ez a Travel Couple Who, ahol azokat mutatjuk, hogy merre járunk, és baromira imádják, tehát egy hét alatt már több mint 900-an követik ezt az oldalt, és ez egy ilyen jó dolog. Egyébként engem az Instagramon meg a Facebookon érnek el leginkább, nyilván ez Sas Dani mind a kettő, Sas Dani névre hallgat, de blogolok is, tehát sasdani.hu is egy olyan felület, ahol gyakran megszólalok, hogy ha mégis egy ilyen záró gondolatot, vagy egy ilyen kiköszönést kellene mondanom, az akkor az lenne, hogy ne legyen irigy senki a másikra, mert nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok minden ezért történik, hogy piszkosul irigyek vagyunk, és egy kicsit tényleg az ember fókuszáljon a saját sikertelenségre, saját sikertelenségére, hogy sikerré kovácsolhassa, és engedje el azt, hogy máshogy éli az életét, mert rohadt elkeserítő irigynek lenni, mert egyrészt irigy vagy azért, mert tudod, hogy ő jobb, másrészt meg megkeseredsz amiatt, hogy irigy vagy, és te gyenge vagy. És itt a zárszónk. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Dani, egy nagyon jó beszélgetés volt. Szerintem is az volt, köszönöm. Hogyha van bármi kérdésetek, kommentbe írjátok meg. Ha most találkoztunk először, akkor iratkozzatok fel az én csatornámra is, csengőt nyomjatok be Instagramon is, Danit, Facebookon, mindenhol. A következőbe találkozunk. Sziasztok! Ciao, sziasztok!